A korábbi években azt tapasztaltam, hogy az emberek többsége nem volt tisztában azzal a lehetőséggel, hogy hogyan és egyáltalán tehet-e panaszt a pénzügyi szervezet bankkal szemben. Tapasztalt mindenféle problémája, észrevétele, szerződési pontokkal kapcsolatos kifogása esetén. A mai időkben inkább azt tapasztalom, hogy tisztában vannak azzal, hogy hogy kell és hogyan lehet panaszt tenni, viszont nem elég kitartóak, és föladják rögtön az első banki próbálkozás után, pedig további lehetőségeik lennének. Erről szeretnék egy tájékoztatást nyújtani ennek a videónak a keretein belül. Nagyjából tisztában van mindenki azzal, hogy ott és akkor érdemes panaszt tenni, amikor sérelem éri. Tehát ha a bankban, a bank eljárásával szemben bármilyen kifogás merül fel, akkor ott és azonnal írásban lehet bankkal szembe panasszal élni. Erre a banknak 30 napon belül választ kell adnia. Amennyiben nem vagyunk elégedettek ezzel a válaszsal, valljuk meg őszintén, nagyon gyakran formális és inkább ilyen kifárasztó technikára utaló válaszokat kapnak az ügyfelek. Ezt követően a PSAF ügyfélszolgálatán folytathatjuk, és tehetünk egy beadvány keretében egy olyan panaszt, amelynek a hatására a bankkal szembe a bankfelügyelet egy vizsgálatot folytat le. Ennek a vizsgálatnak az eredményéről az ügyfelet is tájékoztatják, és ennek a határozatnak a birtokába érdemes visszamenni a bankhoz, és egy újabb tárgyalás keretében megpróbálni megegyezni velük. Amennyiben ez sem jár sikerrel, akkor a pénzügyi békéltető testülethez, vagy ügyvéd útján bírósághoz fordulhatunk. Az a tapasztalatom, hogy banki szerződések egyes pontjait van értelme megtámadni, amennyiben konkrét észrevételünk van, és ügyvéddel gyakorlott, tapasztalt ügyvéddel egyeztetett módon tudunk pert indítani, akkor annak van esélye. A peres út az viszont elég hosszadalmas és költséges. Köszönöm a figyelmüket!